Szép eredményekkel tértek haza a Magic Ritmo táncosai Zalaegerszegről a hétvégén. A Presdance International Dance Cup nemzetközi megmérettetésén 4 formáció is indult az együttestől, amelyek mindegyikén a legjobb helyen végeztek. Szóló kortárs tánc kategóriában Kovács Barnabás és Simon Eszter első, Vörös Anna második, míg Vörös Lilia harmadiknak járó díjat zsebelte be. Open kategóriában Szabó Aliz a második helyet foglalta el. A próbán is észrevehető, hogy nem csak a táncosok, hanem a felkészítők is nagyon örültek annak, hogy a hétvégén újra versenyezhettek. Mint elmondták, végre ismét átélhették az igazi versenyzés élményét, hiszen hosszú kihagyás után ez volt az első nagy megmérettetésük a gyerekeknek. Hát nagyon büszkék voltunk a tanítványokra, mert azért másfél éve nem voltunk versenyen, és amikor megláttuk ezt a versenykiírást, úgy döntöttünk, hogy nem várunk, mindenképpen indulunk, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Akkor, amikor mi szeptember elején jelentkeztünk, még nem voltak kész a formációk és a koreográfiák, úgyhogy nagyon sok munka van a gyerekek által, nagyon sok energia lett belerakva, plusz próbák, plusz felkészülések, mindenki nagyon pozitívan állt hozzá, és nagyon maximálisan teljesítette azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Kovács Barnabás eltökélt szándéka, hogy művészeti iskolában folytassa majd a tanulmányait. Híradónknak elárulta, hogy ő mindig igyekszik kitáncolni magából az érzéseit, és ezzel fejezi ki magát a legkönnyebben. Erre a versenyre elég sokat készültünk. Én nagyon meg vagyok elégedve. Kicsit sajnáltam, hogy a kategóriámban az egyik csoporttársam ellen indultam, de ő meg a második lesz, szóval az első két helyet elhoztuk. Én pedig első lettem a kategóriámban, én nagyon meg vagyok ezzel elégedve. Én azt hittem, hogy ahogy meglátom az ellenfeleimet, hogy ötödik, negyedik leszek talán, de nagyon örülök neki, hogy első lettem. Négy éve táncol a csoporttal, hosszú dara Eliza, de a jövőben még többet szeretne fejlődni. A próbák nagyon kemények is voltak, nagyon sokat dolgoztunk a táncon, és igazából az összes táncon is. Fárasztóak voltak, de szerintem mindenképp megérte a sok munka, hiszen a hangulatot fokozta ugye a végén ez a nagyon jó eredmény, amit elértünk, és szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy büszkék lehetünk magunkra. A dobogós eredményeken felül grátisként a külön díjat is elhozta a táncoslábú csapat, akik azt remélik, hogy minél hamarabb hasonló helyezésekkel büszkélkedhetnek.